A párkapcsolatomban a, a, a csajomnak egy 11 éves fia van. És nyilván neki se kellett mondani, mint annó az én fiaimnak, hogy ugye, normálisan viselkedjetek a suliba, meg legyetek normálisak, mert hogyha, hogyha, nem vagytok normálisak, meg hülyék vagytok, meg faszok, meg szemtelenek, meg, meg, meg mit tudom én, barmok, akkor nyilván azonnal megnézik, na ki ennek a gyerek, meg az apukája. Ó, oh, hát a Kalmár Laca, a Big dedi Laca, a a Kárteből érthető, hogy a gyereke is ilyen hülye, mert ő maga is egy fasz. Sziasztok! A Szembe Szorel podcast mai adásában Kalmár Big Daddy Lacával beszélgetünk, aki ugye a Baxta Zoli és a Kártele oszlopos tagja. Ne feledkezzetek el arról, hogy fel lehet a csatornámról, hogyha bekapcsoljátok a kis harangot, akkor még értesítést is kaptok az új tartalmakról. Kalmár Laca, a vendégünk Big Daddy Laca. Köszönjük, hogy eljöttél. Há, hát nagyon szívesen én is vártam a beszélgetést. Ja, ő, hogy, hogy, gyorsan helyezzük képbe azokat, akik nem 40-esek, meg 35 pluszosok, hogy Ugye a gangst, az és a Kártel az, ami a, a, a nagy plénum előtt, és nem feltétlenül a szakmai oldalát tekintjük, megismertetett titeket, vagy téged is személyesen az országban. Ennek az elejéről dumáljunk egy picit, hogy kétbe helyezzük a, a nézőket, hallgatókat. Én ott voltam a születésen, tehát amikor az első album kijött, elképesztő, de hogy ennek milyen körülményei voltak, az érdekes, mert mindenkinek van ugye zenei előélete köztetek. Igen de elmondom, hogy miért forszírozom ezt, mert ez ma nem állnám már, hogy nem tudna létezni ma, hogyha ez nem akkor születik. Igen. E, igen, az lehet mondani, hogy jó időben voltunk jó helyen, mert nyilván az underground rep létezett, ugye, de ők nagyon zárt és nagyon uh, ilyen, ilyen, eldugott világ volt. Ugye volt egy repülők, amit ne beszéljünk róla, és meg az Animal Kenny-be azért tudod, azért ők már akkor voltak, de nyilván ők ilyen jópofa, vicces, mint az irigy hónajmér így szerű ilyen, ilyen jó jól is reppelnek, nyilván jóba is vagyunk, meg minden, de hát azért ők igazából ilyen kis vicceske volt az egész dolog. És az az, a legeleje, hogy tulajdonképpen ezt nem gondoltuk olyan, olyan úristen nagyon komolyan, de az Zolival mi együtt jégkorongoztunk ilyen amatőrligában, és mentünk le edzeni, nyilván ezerszer elhangzott a sztori, de gyorsan elmondom, hogy, hogy az összkép meglegyen, és mentünk lefelé a 21.07-tel Székesfehérvárra, mert ott volt pálya, ott béreltünk a csapat pályát, és akkor mentünk le, és akkor mutatott kazettán még, mert kazi volt akkor még az autóban, hogy na, figyelj, egy ilyet gondoltam, szaszával fölvettünk kettő számot. És akkor berakta a, 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 az egyenesen a gettóból, meg a semmi nem véd meg téged. És, és ez a két nóta volt, és ugye a Sassává volt fölvéve, és mondom, te Jézus Isten, Zoliát, Úristen, én ilyen gangster rappeket hallgatok, de nyilván a, a, a nyugati partról, a Los Angeles félét, az ilyen túlsort, meg ilyeneket, de hogy ez valami őrület nagyon jó. Igen, mert hogy megy ugye az action zenekar, az még ment. Yes. Yeah. Kösz. De azt hittem, hogy kifogyott. Nem, de nem vagy kocincsunk, mint a pálinka nem. <laughs> Igen. El kell játszani, vagy és, és mondja, hogy ugye megy még, a akkor action volt, tehát az action, ugye a sex action már action lett, és ugye a szaszával csináltunk két ilyen számot, de megvan a fejembe, Gangsta Zoli és a Kártel lenne a neve, van ugye a Lóri, egy videótékából nézzen, hogy a Sámsoni az egy rock DJ, de, de jönne simán rap DJ-nek, azt ív ugye ő az action zenekarba a Road, de ő ugye nem csinálna semmit, hanem mint a, Erik Bien vagy nem tudom melyik zenekart mondta a Zoli, ott ő semmit nem csinálna, csak hátul, így karba tett kézen, nagyon keményen állna, és ő lenne a néma a, a a Steve, és, és, és csak így állna, nagyon keményen nézne, napszegbe, sapkába, és, és mindenféle beöltözve, és ennyi van valam óriási, de mondom, figyelj, engem is kurvára érdekel, mi lenne, ha? Azt mondja, benne akarsz nem van benne, hát, akkor jó, akkor benne hogy, szó, hogy, hogy, szó, hogy ez az egész nem olyan, hogy részt vettem egy nagy válogatáson, és akkor, mi tudom, én száz ember közül kiválasztottak, minden, hanem ez ilyen abszolút haveri alapon ment. És ez így nézett ki, és egyébként, kurára ez ilyen 90, négy év vége, 95 év eleje, amikor így, ja, hát azon a télen ugye jégkorongoztunk, és utána tökre fölpörögtek az események, mert ugye a, a, a Piero volt az, aki ugye azon is nagyon csodálkozunk, mert a, mert a, mert a mert ismerte a Pierrot valahonnan, és akkor nem áll a Piero, tudod, a izé, nekem senki nem hegedül, meg tudod, ezek a dalgok, hogy ő lenne a mi zenei alap készítünk meg minden, de jó, oké, rendben van. És akkor ő házalt vele, és tudod, mindenki áll gyerekeknek mm -hmm. ne, nem, szeretnénk erről hallani, Mine. És egyedül a Szűcs Laci a sony mondta azt, hogy te, én látok ebbe valamit egyébként, Gyémánban nevét, mert egyébként annyi mindent megtett értünk, meg annyi mindent megcsinált így a Sony jó, annak idén más volt a költségvetés, hogy hogy ő kiadta az első albumot, és már 95 évig, tehát év második felében már stúdióba voltunk. És ez volt a jégre? Ne, egyenesen a gettóból, egyenesen a gettóból. Utána jött a jégre, teszlek, az volt a, az, szerintem a pont az íre. A kártel, igen, hogy, hogy, hogy mert hogy túl azon, hogy tehát a zeneileg ez egy mondjuk iránymutatás, az, az mindig megállít, egy új, egy, egy novum, de hogy az a, a dalszövegeiben elképesztő szó kimondó volt, már-már a vulgaritás határát sem e, kimélve, lépte át ezeket a, a, szinteket, de ettől kezdve érdekes volt, hogy nagyon népszerű lett az, az egész. És azért mondom, hogy ma nem biztos, hogy megállna a helyét, mert hogyha mondasz bármit akármilyen felületen, akkor az azonnal le van tiltva, jelentve, hogy ki vagy tiltva, bennelnek, nem tudom, mit csinálnak vele. De... Érdekes, hogy ezt mondod, én... bocs, hogy félbeszakítod, hogy, hogy én meg azt gondolom, hogy, hogy, lehet, hogy azért nem állná meg a helyét, mert tök természetes, hogy, hogy így beszél egy, egy más szinte együtt. 12 éves gyerek, meg egy főnök a munkahelyén nyugodtan elengedi magát, elkezd üvölteni, hogy a és, és végebben az én véleményem szerint jobban szűrték a, a, az emberek a a, trágár beszédet. Én szerintem. Szerintem egy kurva világot élünk, és nagyon annyi furcsa dolog van, főleg fönn a neten, meg minden, és ugye ez gyerekek is szippantják, és minden, hogy szerintem azért nem állná meg a helyét, mert több természetes lenne a az ilyen. Ez az én privát véleményem, aztán lehet, hogy nincs igazam, de akkor az tényleg nagyon arzva csapó volt, mert hogy is, hogy is mondjam, nagyon sokan elkezdtek utána utánozni minket, és akkor mi kaptunk rengeteg kazettát, meg mit, mit, akkor még nyilván kazettá jöttek ezek a, a dolgok, amiket csináltak srácok, és, és azt hitték, hogy, hogy az egy mondatban minél több Rágy. drágárságot összehordanak, az a menő, és attól lesz ilyen gangster Holott meghallgatsz egy ice cube egy, egy bárkit, azért említettem őt, mert személyes kedvenc, hogy hogy, 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 nem, nem az a lényeg, hogy de nyilván ez a szabados közlésben benne van az is, hogy, hogy azért beledúran egy-két egy, -két, egy -két rágár szó, de igazából a, a maga, maga, mondani való, és benne egy-két egy, -két, egy, -két, egy -két rágár szó, ez, ez mutatja igazából ezt a fajta hogy nyilván nem említek egy stricik és kurvákat, ami annyira vulgáris volt, hogy sokszor, mikor a, a jubilómi koncerten előadtuk, akkor én szégyeltem magam, tudod, hogy hogy miket mondtam én a kannó 97-ben. Nekem a kedvek, szóval igen, itt van a nyolcból a töközére. Játékos, aki majd legmikatja nekint, hol állj. igen, az igazából hogy az azt hiszem pont a Dópmer része volt. Igen. Na mindegy, szóval, hogy voltak, voltak olyanok, ami, ami ugye izzad tökön, meg mi tudom, mi még az egy a volt, ilyenek, hogy tudod, nem baj, majd izzadt a lököm, meg ilyesmi, vissza, hogy, hogy idézhetnék ilyen sorokat, ami, ami nyilván kiverte a biztit, de pont ez volt, az volt a lényeg, hogy, hogy így terjedtünk mi el, hogy nyilván rádiók, felejtsd el, azért sincs nekünk tulajdonképpen olyan komoly jogdíjunk, mert, egy nem, nem játsz el. senki, és annak idején emlékszem, hogy hogyha valaki berakta rád, hogy ezt hallottátok, és azonnal kirúgták, hogyha meg meghívtak minket egy rádióműsorba, akkor nyilván elkezdtünk egy olyan fajta stílusot előadni, ami nem erőltetve volt, hanem nyilván milyenek voltunk, hogy azt tudja, hogy utána elzavarták a rádiós, meg minden, és vége előtte mondta, hogy hát fiúk, majd azért szűrjük a, 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 a rádióműsor közben az izét, meg minden, és nyilván olyan felháborodás hogy vagy kirúgták a csábot, vagy megfenyítették, vagy nem hívtak. Nem, ne, 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 egyébként meg pont ez a vicces, hogy hogy egyébként meg nem vagyunk egy, egy trágár típusok, szóval hogy nyilván a, a, a beszéd közben elhangzó baszki vagy valami de nyilván benne van, de például pont az a vicces, hogy ugye most ugye a, a, a párkapcsolatomban a, a, a csajomnak egy 11 éves fia van. És nyilván neki el kellett mondani, mint annól az én fiaimnak, hogy ilyen normálisan viselkedjetek a suliba, meg legyetek normálisak, mert hogyha, hogyha, nem vagytok normálisak, meg hülyék vagytok, meg faszok, meg szemtelenek, meg, meg, meg mit tudom én, barmok, akkor nyilván azonnal megnézik, na ki ennek a gyerek, meg az apukája, ó, hát a Kalmán Laca, a Big Daddy Laca, Gangsus, a gangsters, a kárteből, érthető, hogy a gyereke is ilyen hülye, mert ő maga is egy fasz. Érted? Szóval, hogy... De egyébként tényleg általánosítanak az emberek, szóval nem veszik a fáradtságot, hogy beszélgessenek velem mit egy negyed órát, és akkor álljanak, hogy hát azért lehet, hogy van valami kis gógyi, meg lehet, hogy vannak tervek, meg egyáltalán összeszedett a faszi, hanem, hanem ó, az egy barom, a gangsz az olival együtt, meg az összes az egész lept, aki körülveszi őket, nyilván a gyerek is ilyen hülye. És nekem most ugye már 20 meg 18 es a két fiam, most a, 11 évesnek ugyanezt kell magyaráznom, hogy milyen, ha megnézik, hogy anyárnak ki a pasia, akkor nyilván a kártelve az egyik, azért, vagy te is ilyen hülye, mert már négy év alatt, vagy mit öt év alatt, amióta együtt vagyunk, már kaptál eleget. Stolt. Azt mondta, hogy megnyitotta a fülemet, hogy nincsenek tervei, vagy vannak tervei, és ez a terv az nagyjából meg is valósult. Most bocsánat, hogy ugrottam egyet itt hirtelen, mert Elkezdtél egy vállalkozást, mondjuk egy vállalkozást, és szerintem marketingügyileg tök jó, jobb, mint hogyha másnak a motyóját vennéd föl magadra, más sapkáját, más izéjét, más fene, és annak mondanád, hogy milyen tök jó. Ilyen. Építettél most akkor elmondom, mondd el te, hogy mit. Jó, ez úgy nézett ki, ez a dolog, pont is kapcsolódik is, amiről beszéltél, hogy rengeteg szponzorcuccunk volt. De ez is még egy régi Dikiz mellé, például ezt azért tartom, mert olyan halálosan szerettem. Kaptunk Dikizből cuccokat, sorolhatnám, nem akarok itt most márkákat említeni. Az egyik ilyen volt, a másik olyan volt, így, így tulajdonképpen lehet azt mondani, hogy voltak nagyon jó cuccaink, meg voltak silány cuccaink is, azért nem akarok most a neveket említeni és, és valahogy, valahogy mindegyikből próbáltam kimenni, hogy na, ott, ott mi a jó, ott mit szerettem, stb. Nyilván voltunk rengeteget Amerikába, onnan is hoztam az cuccokat, pólókat, ezt az sapkákat, tudom, hogy én mit szeretek, tudom, hogy mi az a viselet, amit én szeretek, és így rátérhetünk arra, hogy csináltam egy saját ruhamárkát. Ami Big Daddy Seven néven fut, Big Daddy Clothingot akartam csinálni, csak amikor beütöttem a Google-ba úgy érdeklődés szinte, hogy a Big Daddy Clothingra mit dob ki, akkor egy amerikai céget dobott ki, akik ilyen 4, 5, 6 x-es, tudod, ilyen durzosok, ilyen, ilyen, nagy, baromi nagy pólókat, meg egy gyártak, és nem akartam a név és még gyerekkorom óta a hetes nekem beakadt ilyen, 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 ilyen szám szinten, de egyébként tényleg borzasztó sokszor megjelenik az életemben a hetes szám, ezért lett Big Daddy Seven. És így e, tulajdonképpen egy tavaly, pont szerintem kb. egy éve, nem? Májusban volt egy év, hogy elkezdtem vele úgy foglalkozni, hogy elkezdtem pólókat válogatni, elkezdtem sapkákat nézni, baseball sapkákat, mi az, amit én szeretek, mit szeretnék, hogy 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 nézzen ki, milyen legyen a, fogása, a tapintása, ne legyen túl vékony mosogató ne legyen túl vastag, de, na mindegy, és így kezdtem összeszedni, és igazából november végére állt össze a kép, képzeld el, hogy mennyi időt töltöttem el vele, hogy a május, június, június, augusztus, szeptember, október, és tulajdonképpen majdnem az egész november, egy fél évet bingiztem vele, hogy minden tökéletes sí, legyen. De nem voltatok ti, hogyha már üzleti szemszögben, meg kommunikációs szemszögben nézzük, mondjuk egy 10-15 éve még, még sokkal föntett voltatok, mint ma. Washington voltatok, mm. vagytok, tehát nem azt mondom, hogy igen, igen, igen. Ez. A... ki, hogy mit mondasz, hogy jövök, korábban le Igen, és akkor van mögött egy olyan. de akkor nem volt idő, akkor te szalonom volt, akkor ezt csináltam, azt csináltam, és nem, azt tudod, én nekem szerintem mindennek megvan a maga ideje, és akkor, amikor az összejön. Például a tetováló szalont is majdnem 20 évig csináltam. És egyszer csak úgy, 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 úgy voltam bele, hogy elég. És nem tudom megmagyarázni, mert ment, meg minden. Én nyilván szarakodtam a tetoválokkal, egyik elment, jött a másik, kizé, jött a Covid, Lurdival, mert akkor Lurdi házban volt, szarakodni, -e, és egyszer csak úgy megszületett bennem, hogy elég. És nem tudom megmondani, hogy miért, csak úgy, 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 úgy jött egy ilyen, egy, ilyen, egy, ilyen, egy ilyen, furcsa érzésem, és ez meg úgy jött vele együtt, ahogy ezt eleresztettem, utána az volt, hogy, hogy, hogy igazából a, 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 a a, 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 bocsánat, a, az érzés, hogy megszületik, hogy, 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 nekem most ezzel kéne foglalkoznom. Szóval, hogy, hogy ezt én nem kötöm ahhoz, hogy, hogy most akkor még jobban dörögtünk, meg a, a, annak is megvolt az az ideje, hogy akkor rengeteget jártunk fellépni, ezt csináltunk a tetkószalon, akkor is már ment, akkor abból profitáltam, meg minden, ez, ez most jött meg is. És, és a, egyébként ez vicces dolog, mert a, mert a csajom mondta, hogy hogy ő lebeszélne, hogyha nem én lennék a Big Daddy Laca, akkor ő, akkor ő nagyon lebeszélne erről, vagy lebeszélt volna, hogy csináljam ezt a webshopot, meg csináljam ezt a saját rúlmárkát. De mivel idejesen azt mondom, hogy, hogy hogy népszerűek vagyunk, zenekarral is, meg én, mint, mint, mint Laca, mint Big Daddy Laca, ezért azt mondta, hogy vágja bele. Nyilván nem úgy, meg nyilván egy más világot élünk, meg minden, és nagyon-nagyon sok mindent beszélgettünk is ugye a az adás előtt erről, hogy, 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 hogy az embernek mi, mihez kell nyúlnia, hogy tényleg ez menjen ez a dolog, de ez, de ez most született meg ez a dolog. Szóval, hogy, hogy bennem, bennem most állt össze a kép, hogy úgy csinálnám. És akkor, és akkor így, így ezzel foglalkozok. Nincs bennem már az, hogy jaj, most mi lehet volna, hogy tíz év előtt. Ez egy ilyen spontán döntött egy Tehát amikor elindult még a kártya, tegyük föl, és ilyen ja, hatalmas csúcsán dübörgött a magyarországi zenei színába akkor gondoltál arra, hogy akkor most lehet, hogy 10 év múlva, vagy 15 év múlva, hogy mi lesz a sorsotok, mi lesz veletek, hol tartotok majd? Vagy az volt, hogy mindegy, most on, -on the spot jól érezzük magukat, ezt nem csináljuk. Ez egy érdekes dolog, mert, mert egyébként sok mindenre kell gondolni. Az a baj, hogy, hogy ember tervezés, akkor ugye Isten végez, meg Covid végez, meg, meg, meg mondhatnám, mert ugye a Covidnál is egyszerre három tevékenységem állt meg így, hogy dork egyik például a másikra. Most sem egy igazából a zenei part. Szóval, hogy nem akarok panaszkodni, de most is harmad annyi koncertünk van, mint általában nyáron szokott lenni, de lehet, hogy, hogy még keveset mondtam ezzel. Szóval, hogy, hogy egyébként az embernek Urára szerintem előre kell gondolkozni, és gondolhattam volna, amit tudom én 15 évvel ezelőtt, hogy úristen, mi lesz majd akkor, mert nyilván az ember nem tudja, hogy 55 évesen, vagy, 65 évesen, vagy 60 évesen még, még topogja a színpadon, meg ezt a stílust előadhatja-e, ugye nézve a nagy öregeket, hobó, deák, átra élt, tátra is most összeállt fiatalokkal, és még ugyanúgy zúzza 70 évesen. Szóval, hogy hogy lehet, hogy előre kell nézni, de egyébként nekem mindig volt valami tevékenységem a kártya mellett. Szóval, hogy azért én mindig gondoltam egy másik lámbra, hogy hogy mi, most is e, van, meg most is hogy nyilván nem még, még e, ezt visszaforgatok nagyon sok pénzt ebbe a pólóbizniszbe, és próbálom fölturbozni, minél több termékem, minél több dolgom legyen, nem akarok ebből e, még egyelőre pénzt kiszedni, és van más tevékenységem is, mint a zene, de, de, de nyilván egyébként én összeszedett e, srác szóval, hogy én próbálom azért irányítani az életemet, de van, amikor nem tudom. Szóval, hogy ez, igen, nehéz, nehéz ebbe a világban, mondom, én azt gondoltam, hogy most learatjuk az eget nyáron, ugye kijött a bócaunk, a, a, az old school album, az nagyot ment a Lórival, a Lóri kilépett a Covid-nál, jött a Sziszka, megcsináltuk a bócaumot, és érdekes azt mondja a, 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 a aki volt a menedzserünk, most már lehet azt mondani, aki kiadta a lemezünket, hogy nem úgy megy a, a Bogóc album, pedig egy tök jó album lett. És az se úgy megy, és nem tudod eldönteni, hogy most mit csináltál jól, mit csináltál rosszul, hogy kéne, mint kéne, és azt hittük, hogy leturnézzük az egész nyarat, az kiderül, hogy egy csomó mindenki otthon ül, népszerűbb, népszerűbb zenekarok, és ugye a mostani nagyon menők, akik hát most nem akarok fikázódni, de akik most nagyon fölkapottak, azok mennek. De ennek mi lehet azokkal Lehet most csak gondolkodjunk együtt, hogy most pont az adás előtti beszélgetésünket említetted, de hogy akkor osszuk meg a, a hallgatókkal nézőkkel azt, hogy arról beszéltünk, hogy elkezdtél te is social media tartalmakat gyártani egy Igen. Hogy azok, akik nagyon mennek, azoknál nem tudom, én azt tapasztalom, hogy ők, gyártanak is. Tehát ők azért számnak a energiát, időt, pénzt, vagy, lehet, hogy van stábjuk, aki gyárt nekik, tök mindegy. De jelen vannak a social media platformon, ezért aztán nagyon sok ember ez eljutnak, annélkül, hogy bármilyen egy nagyobb erőfeszítésbe kerül. Lehet, hogy ez a, ez a lépés maradt ki? Mennyire vagytok jelen a, a social media a, a zenekar? Abszolút követjük, és abszolút a Facebook nyilván most már azt mondták, hogy az öregeknek való, az Instán, ott vagyunk teljes melszélességben, és most már a TikTokon is, és gyártják is, de a Zoli gyártja kimondottan az egyik a basszusgitárosunkkal oda a tartalmakat van, ami borzasztó nézet, van, ami kevésbé nézet, nem tudod megállapítani. Én nekem is egy olyan hülye számomra egy ilyen unatkozós pillanatban, amikor éppen vacsorát készítettem a családnak, úgy a családnak, hogy a csajomnak, meg a kisfiának, akkor fölvettem, és pont egy Big Daddy 7 pólóba voltam magamra, zoomoltam, milyen a jó férj, vacsorát készített a családnak, ú, -ú és rá közé tettem a kajára, ami mellett állni kellett, mert sütögetni kellett, Hát azért ne tudd meg, hogy 16 ezeren, 18 ezeren nézték meg, ellenben azok a videókkal, amiket én úgy gondoltam, hogy jó, de jó lesz, mert a raktáromból bejelentkeztem, itt vannak a pólók, és akkor két-három ezeren megnézték. Érted? Szóval, hogy nem tud eldönteni egy ilyen, ilyen főzicske videót, hogy mitől nézik meg 16 ezeren, meg 18 ezeren. Nyilván zöldfülő vagyok, csinálom, próbálom, ott kell lenni, ott is vagyunk a zenekarral is, Mégse. De nem, nem ez határozza meg, hogy elhívnak-e minket koncertezni, Én vagy akar. nem hívnak el. Hát az, hogy éppen milyen népszerűségnek örvendesz, meg éppen mik a headline zenekarok, mert mindig voltak. Most például a Punani Masszívot nem akarom lehúzni, de két-három éve headline zenekarok voltak fesztiválokon, most meg egy Budapest parkban négyezer ember megy el a koncertjükre, érted? Abból ezer veti egyet. Szóval, hogy ilyen, tényleg de komolyan, és nem tudod megmagyarázni, hogy mi ők három évvel ezelőtt miért dübörögtek egy izén, egy volt fesztiválon nagy színpad időben, érted? Viszont mi folyamatosan mentünk egy ilyen közép ö, ö, szinten, volt, amikor nagyon mentünk, nyilván voltunk mi Sziget nagy színpadon, annak idején a Eldorádóval soroljan. de mindig mentünk egy ilyen jó színvonalon, és minden fesztián ott voltunk, nem mindig nagy színpadon, nagy színpadon voltunk nyilván korai időpontban, de mindig egy oldalsó second színpadon voltunk úgy, hogy, hogy mit tudom, én megtöltöttük az egészet. Szóval, hogy ilyen, 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 ilyen baromi, és soha nem voltunk zenekar soha nem vonultunk vissza, mindig volt olyan, hogy ó, oh, most nem annyira megy, jó, akkor valami legyen, akkor majd, majd menni fog, stb. És soha nem szüneteltünk, és 28 éve mindig fixen megyünk. Most már egyébként Ura jó tervek vannak a 30 éves jubileum. Na, na, no, ja, no, azt elmondod? De! de na. No. Elmondom, mert egyébként tök vicces, mert egyébként most egy ilyen média volt, hogy Gangsta Zoli meg Dópen kibékült. Tehát ez egy hülyeség, sose volt úgy rosszba, hogy ma nem beszélünk egymással, csak nem volt közös téma. És kérde, de nekem ilyen, ilyen nagy bakelit lemezeket, ezeket a Heldorádó duplágat alá kellett iratnom mindenkivel, mert megbízásom volt, és föl kellett nyilván a dobment is keresni, és hát ugye ő fikázott rám, én engem sose érdekelt, hogy mit mondott, meg sose vágtam vissza, meg nem mentem bele a csatába, és fölhívtam, hogy Laci alá kéne Persze, ő is most már buddhista lett, tíz minden, megnyugodott, mindenkit szeretek. Elmentem oda az irodába, egy órát beszélgettünk, és ő mondta, te, jön a 30 es jubileum, nem dörrentünk egy nagy bulit. Nem dörrentsünk. Alapfelállás, Steve, Sámson, Lori, Zoli, én, plusz meg. És nyilvánvalóan most zenekar. És hát még a helyszínkeresés van, hogy mi legyen, de ez, ez úgy előzetes. Most nem tudom, hogy úgy nagyon lelőttem el, de szinte nem lőttem le, mert, mert e e ezt most elkezdjük. Például azért lehet számítani valami hasonló. Hogy? Hát, hogy összeáll Hát igen, és azért egy-két emberrel már beszéltem, és, 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 simán mindenki benne lenne, most nem tudom, mennyire lőttem le egy ilyen izét, de, de szinte ennek hamarosan óriás promóció lesz. Fíjó. van olyan dolog, amit megbántál, ami az életed során, hogyha most így végig gondolod visszafele egy kicsit. Igazából mi innen meg volt. Ö, jól éltünk, jól zenéltünk, jót mentünk. Nincsen. jó, nyilván a múltamban, meg, meg ilyen egy-két olyan dologban, ami szerintem nem publikusabban lehet, hogy egy-két dolgot másképpen csináltam volna, de én mindig azt mondom, hogy, hogy mindig azt kell de nem lehet az időkerekét visszaforgatni, most az, hogy dűnyögni, hogy ó, azt lehet, hogy nem így kellett volna meg. Az ember meglépte, megcsinálta, benne volt, meg volt, kész, mindig az aktuális helyzetnek kell szerintem megfelelni, mindig az aktuális helyzetnek kell fölülmúlni magad, meg, meg megújulni, meg csinálni. Aztán, aztán, az idő eldönti, meg meglátjuk, hogy mennyire csinálod jól. Én próbálok, Nem, nem, nem az emberekkel próbálom normálisan, nem, be, nem megerőltetve, szóval, hogy az ember ne erőltetve legyen jó fej, meg, meg, meg rendes srác, hogy, hogy, hogy ne azt mondják, hogy az ez rendes, de lehet, hogy csak megjátsz. Szóval, hogy, hogy, hogy én szerintem az emberi természetet, azt az normálisan kell kezelni, az embertársadat, nyilván szelektálok én is 55 évesen, hogy kivel járok össze az idő, nagyon drága, kivel töltöm szívesen az időmet, de, nem én próbálom normálisan hozni, és, és én hiszem azt, hogy ja, csak visszakanyarod egy, 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 mondat erejék, hogy én csinálok mindent a webshopon. És hmm. akkor tudod, én kezdem a telefont, én írom az e-maileket, és az emberek nincsenek hozzá hozzászokva, ha azt hiszik, hogy óriás tában mögöttem. És akkor felem a telefon, szia, hadd a Big Daddy től az, hogy a rendelésed ne, ez így alakult, úgy, vörüljön, úristen, Laca, tudod, szó, hogy igen, én vagyok az, és akkor írnak, hogy ilyen rendelés, meg olyan rendelés, és ezt odaértem ízé, hogy kérem, hogy válaszoljanak, hogy minden szia, Laca vagyok, az a helyzet, hogy én adom fel a csomagot, és még az e-mailben is meglepülnek. Szóval, hogy próbáld mindent jól csinálni, és én azt gondolom, hogy, hogy a jóságnak pont voltam az rtl is, ahogy tudod, hogy a karma, hogy, 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 a jóra a jót kapsz ide. É, én, én hiszem, hogy így kéne működjön, nem mindig így működik, de, de, de én igyekszem, hogy ez így működjön, mert szerintem Szerintem tök jó. Az is, hogy tudod, tényleg is annyira szeretlek, találkoztunk kint a Lost Ticking, minden, hogy azért, hogy az jó emberekkel jó dolgokat csinálni, azt szerintem, szerintem ennél jobb nincsen. Vélhetőleg ez egy több milliós nézettségű videó lesz. Igen, egy, egyébként egy új póló majd. Ez, most már. ez egyébként ez, eulyen, ez ilyen, teljesen promóció, mert ez még nincsen fönt a webshopon, úgyhogy ez majd csak jövő héten lesz fönt. Ja, de, ấy, meg egy, meg, egy, még, egy karikát azért toljunk ebben a muzsikálásban. Igen? Alatt, hogy, jó, ki kijött a bóc, most akkor ez vége, vagy még vannak ilyen mondani? hogy is, nem, nem, nem. Kijött a bóc album, ez így sikerült. Nyilván volt egy csomó olyan ami nem volt olyan jó, meg volt, ami nagyon jó volt. Ezt ugyanúgy folytatjuk, ez ebben igazából van egy csomó minden, a, 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 tudod, a közlés, meg a mondani való, meg ami a fejedbe meg tök mindegy, hogy milyen időt élünk, az mindig, mindig újra töltődik. Hát mindig van mihez hozzászólod, mindig van miről írni, én, legalábbis én így vagyok, és, 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 és mindig van mondani való. Most például nagyon jó ilyen zenekészítő haverok mondták, hogy úgy csinálnánk neked ilyen csikánós, ilyen ízét, meg mindent, csináljátok alapot, írok rá szöveget, aztán megcsináljuk, aztán lejelentjük az artisz, az nem látjuk, hogy kinek kell. Szóval, hogy, hogy, tudod, te a zenekar is úgy volt, hogy mindig beszélünk arról, hogy, hogy, hogy írjunk, ha valakivel megszetik valami jó ötlet, akkor csináljunk egy új számot. És tök mindegy, hogy nem 12-t csináltuk, nem csak egyet, jöjjünk ki vele, aztán mutassuk meg, hogy, hogy, ilyen is készült, és ez, ez folyamatos ez a dolog, az, hogy most nem minden héten megyünk, meg koncertenünk, minden, attól még van a zenekar, attól még agyalunk, attól még vannak dolgok a háttérben, ez, ez, én mindig de ez kifogyhatatlan. Tehát akkor te viszonylag jól kezeled azt, hogyha, most nem akarsz azt mondani, hogy kudarc, de hogy a, a sikernek az ellentétje a kudarc alapvetőleg így a, a, a közbeszédben. Tehát melyiket kezeled jobban? Mert van, én, én például a sikert rosszabbul kezelem, mint a kudarcot. Ja, jó, nyilván persze az ember a fejre koppintásokból azt mondja, hogy jaj, valamit rosszul csináltam, úgy, hogy mit kéne. Én paromi voltam kezelni a sikert nyilván az ember észre lesz, hogy népszerű, meg, 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 meg szeretik, meg, meg, érdeklődnek a cuca iránt. Itt most mondjuk én pont, pont, pont tudom a saját termékemről, vagy, hogy, hogy a, hogyha jók a visszajelzések. Én valami jól tudom kezelni, azt is, hogyha az utcán ránk köszönnek, jó, nyilván függ attól, hogy, hogy ki hogyan teszi ezt, hogy sutyó módon, vagy normálisan, de például baromi jól tudom kezelni azt is, önülök, a szeretnek, örülök, nyilván a kudarcok nem esnek jól, de ahogy mondtad, az ember sokat tanul belőle, mert hopp, akkor az az irány nem jó. Szóval, hogy, hogy, hogy én, én bármelyiket tudom szerintem kezelni, csak nem tudom, hogy az én lépésem a kudarcra például, hogy az jó irány -e, amit éppen próbálok lépni a kudarcra, hogy na, az ne úgy legyen. Hát. Szóval, hogy de, de pont mondom, még beszéltünk is a műsor előtt, hogy a hat jó tanács, hogy én abból olyan sokat tanultam tőled, és ez tök jó. a TikTok videó volt? Igen, a TikTok videó ahogy nagyon fogad meg ezt a hat jó tanácsot, hogy tudod, hogy ne beszélj erről, ne és az például tök jó volt, és úgy örültem, hogy elkezdte követni, hogy például egy ilyet láttam tőled, mert hát tudod, hogy csíplek, meg szomszédok is voltunk félig, mert... Igen, Hát tényleg ez olyan érdekes, hogy, 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 dobál össze a sors. Igen, igen. akkor te is szerepel. Mi? Hiszem, hiszem, hogy az embert összehozza a jó emberekkel, mm. és, akkor, és akkor abból valami kialakul. Meg, meg, meg nyilván vannak, mint például most is, hogy ugye megint tapasztaltuk, hogy ugye nincs pénz önkormányzatoknál, fesztiválok színnek, meg nem úgy megy a zenekaroknak, de nem úgy mondom általános, vagy minden, és akkor megint hozott számomra egy olyan tevékenységet, ami, 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 ami olyan érdekes, és nyilván van benne pénz, minden, de mi, és, és Például volt ilyen, hogy, 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 hogy fölraktam magam a profession.hu-ra. És ez annyira vicces, hogy én fölrakom magam a profession. De ez, ez, is érdeklődés volt. És akkor, hogy milyen munkákat dobál föl nekem, meg mint tudom én, meg ilyenek. És nem, nem ebbe rejlik. Én tudom, nem ebbe rejlik, hogy a profession.hu majd küld nekem egy olyan munkát, hogy életem feszítése, csúcsok, csúcsa leszek valami cégnél, és ott én leszek a megmondó ember, és halálos zsetont keresek. Nem ebbe rejlik. Én hiszek abba, hogy emberi kapcsolatok, emberi találkozások, emberi dolgok összessége hozza össze azt, hogy te boldoguljál, és jó legyél, és, 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 én, és én mindig pont a máinál mondtam el a izébe, mert kérdeztem, hogy mi az, ami hiányzik az életedben, Mondom, az itt semmi. Van kura jó motorom, tök jó autóm, számomra tök jó autóm, lakásom, mindenre élek, van pénzem, nem szűkölködök, izé. Nyilván nincsenek százmillióim a bankszámlámon, meg mit tudom én. Lehet, hogy beleülnék egy Porsche 911-be, de amikor hátsó lámpát kéne cserélni, mert, mert tönkre ment, akkor lehet, hogy vakaróznék, hogy 5 kiló egy hátsó lámpa. Érted? Szóval hogy, 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 szóval, hogy most is el vagyok, mondom, nincsenek százmilliók a számlán, de el vagyok. Órá, oda amit... <laughs> jó az én nehez ezen be. So, be. Nagyon, na, na így beletuszkolnám magam, úgy összeúnám a vállaimat is, hogy azért tudok. Na mindegy, szóval, hogy, hogy, igazából, és tudod, ez a kérdésed is válasz, hogy mi az, amit kihagytam, mi az, amit másképpen csinál. Nem, jó, jól érzem magam a bőrömbe. nem kivizsgáltattam magam 55 évesen, mert 5 évenként szoktam. Egészséges vagyok, jól vagyok, rendben vagyok. És kész, ennyi. Szóval azt mondod, hogy a francban a materialista Hát, mondom, mondom, én, én, tök jól el vagyok, és tényleg jó emberek vesznek körül. Barátaim, családom, csajom, családja, az is külön szuperlatívuszokba tudok róla beszélni, tök jó. A, például az apósom, aki egyben barátom is, tavaly együtt motoroztunk Barcelonába, kimotoroztunk, motoroztunk, most idén megyünk Szicíliába, meg ilyenek a motorral, szóval, hogy ilyen, jó, jól vagyok. Szóval, hogy úgy igazából én nem, nem sajnálkozok, hogy most te jó lenne, meg jobb lehetne. Tudod, ez ilyen alapemberi tulajdonság, mindig jobbat, meg jobbat, meg jobbat. túrót nem kell jobbat, meg jobbat erőltetni. El kell fogadni, és annak kell örülni, amiben vagy. Éppen az aktuális időszak, amit élünk, érted? Tehát lenne egy választási lehetőséget, hogy most ugye elkezdtél egy bizniszt, hogy az menjen, vagy robbanjon be ugyanúgy a kártel, mint annak melyeket választanád? Nem vagyok kapzsi, robbanjon be a kártel, mert az több embernek jó. Mert nyilván a kártel az egy kurva nagy stáb. Az ott tudod, a háttéremberek, a sofőrök, a pakol emberek, a technikus, a izé, a mindenki, meg ugye nyilván a basszusgitárosunk, a mindenki, az, az több embernek lenne jó. Újra, újra megülném azt, azt a izét. Jó, nyilván nagyon melós, mert tudod, mindenki az, a, csak Mondom, ennek a koncertre, főnek a színpadra jó, azért tudod a reggel hatkor hazaérkezés, napsütésbe tudod, a turné meg ilyenek, szóval mit tudom én honnan az Isten hát a mögül. De, de az több embernek lenne jó, és, és nem vagyok álszent, én úgy érzem. Elgondolkodható volt egyébként a kérdés, <laughs> Aha. Mert, 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 nyilván imádom a saját dolgomat, meg minden, de, de, de azért a kártele megéltünk sok jó dolgot, és tényleg nagyon hasítottunk és kura jó pénz van benne, hogyha hasít. Ha, ha, de Hát de, way, de de, nyilván fontos, mert nem mehetek újba a boltba. Szia, én vagyok a Big Daddy Laca, kérnék szépen tízdek a Párizsit, meg, meg, egy kiló kenyeret, nincs pénzem. Szóval, hogy tudod, pénzből élünk, úgyhogy ne legyünk álszentek, de, de, de szóval, hogy, hogy azért azért a zenekar azért az jó volt, amikor úgy nagyon hasított köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm, köszönöm. az órára meg Tök jó, találkozunk strandon. -e? <háha> Persze, menjünk, csak tudod, legyen idő. nagyon -e. Olyan erőtem meg Köszönöm szépen. Köszi, hogy itt voltatok. Tudjátok ki a fasz a gyerek? Aki kommentel és lájkol. Csácsú még.